Sziasztok! A Quantum Break című játékban akadtam rá erre a Time Knife című forgatókönyvre, amit az egyik játékbeli szereplő írt, és annyira megtetszett ez a végtelenül elborult és abszurd sztori, hogy az jutott eszembe, magyarra fordítva a filmbarátok bevonásával jópofa hangjátékot lehetne belőle összehozni. Ezt hallhatjátok most. Jó szórakozást! Az időkés. Első rész. Bruce Savage az irodájában áll, szexuálisan nagyon vonzó. Valaki kopogtat Bruce ajtaján, és ő kinyitja. Egy tudós hölgy az. Úgy néz ki, mint egy szemüveges könyvtáros, de ő valójában egy tudós. Onnan tudni, hogy laborköpenyt visel. Segíts! Oké. Vedd el ezt a kést, mert néhány rossz fiú el akarja lopni, és mert nagyon fontos. Oké. Mi a neved, szép fiú? Bruce vagyok. Rázzunk kezet. Bruce és a tudós hölgy kezet ráznak. Wow! Majdnem eltörted a kezem ezzel a kézrázással. Te minden bizonnyal egy kemény fickó vagy. A nőt lenyűgözi Bruce ereje. Ránéz a hatalmas bicepszére, mint a finom sonkaszeletek lennének, de nem akarja megenni őket. Itt van a kés. A tudós hölgy átnyújtja Bruce-nak a kést. Leginkább úgy néz ki, mint egy kés, de közben úgy is, mint egy időkép, mert ez egy kés és egy időgép egyszerre, de ez Bruce még nem tudja. Bűnözők törik be az ablakokat, és lelövik a tudós hölgyet, aki meghal. Bosszulj meg! Oké. Okay. Bruce megöli a bűnözőket sok rugással, amit a lábával csinál. Nagyon gyorsan meghalnak. Tudásotok nem volt elég. Lab to date. A közönség valószínűleg nevet a poénon, úgyhogy Bruce vár körülbelül 5 másodpercet a következő mondata előtt, hogy megnyugodjanak. Mi olyan különleges ebben a késben? Bruce beleszúrja a kést a székébe. A szék eltűnik. A szék eltűnt. Ránéz a képre a falon, ami egy fotó 1932-ből, ami sok 1932-beli ember van. Bruce széke is rajta van a képen. Érdekes. A szék visszautazott az időben 1932-be, amikor megszúrtam a késsel. Amikor megszúrok valamit, az visszautazik az időben. Ez megmagyarázza, hogy a kés miért úgy néz ki, mint egy kés, és egy időgép. Azért, mert mindkettő egyszerre. Bruce nagyon vicces barátja a folyosó másik végéből fut be a szobába. Megbotlik valamiben a földön. A neve Slobó. Nem annyira kövér, mint amennyire a neve alapján gondolnánk. Oh, yeah! Ez Slobó aranyköpése, és ezt nagyon vicces módon mondja. Bruce, megmentetted az életem. A tudós hölgy csak halottnak tettette magát. Házas vagy? A munkámat vettem el. Ezt egyszerre vonzónak és tiszteletteljesnek találom. Megcsókolja Bruce arcát. Mua. Az én arcom nem kap? Oh, man! Ez Slobó másik aranyköpése, amit egy másféle, de ugyanannyira vicces módon mond. Bruce vár néhány másodpercet, hogy a közönség abba hagyja a nevetést, mielőtt megszólal. Várjunk csak! Az ajkait férfi ajkak, nem női ajkak! Bruce lehúzza a tudós hölgy parókáját. A nő valójában Bruce főnöke, Paul Marine. Paul Marine egy seggfej. A főnököm? De miért? Azt akartam, hogy megöld azokat a fickókat, mert ők holtan akartak látni. Tudtam, hogy te nagyon kemény vagy, szóval könnyen meg tudod őket ölni, de nem tisztellek, mint alkalmazottat, ezért adok neked mindig szarmunkákat, még ha te többet is dolgozol a cégemnek, mint a többiek, és nagyon okos vagy. És azért se kedvellek, mert a barátnőm szexuálisan vonzónak tart. Most már értem. Add vissza az időkésemet. Paul Marine csettint egyet, mire 73 bűnöző veszi körbe Bruce-t. Nem tudsz megölni 73 bűnözőt, szóval add fel! Erre nincs időm. Bruce megszúrja magát a késsel, és eltűnik. Utazott az időben az időkést használva. Bruce kinyitja az ajtót. Most kétszer annyira ki van gyúrva, mint korábban. Még vonzóbb lettél szexuálisan. Hogy lehetséges ez? Megszúrtam magam, és visszautaztam a múltba. Aztán kiképeztem magam mindenféle harcművészetben, hogy még erősebb legyek. Emellett robbanóanyagot ragasztottam mindenki csizmájára a múltban, szóval ha megnyom ezt a detonátort, mindenki felrobban. Oh yeah! Örülök, hogy vannak céges részvényeim. Miért? Mert az üzlet robbanni fog. Bruce megnyomja a detonátort. Mind a 73 bűnöző felrobban, mint egy tojás a mikróban.
Pomri nem robban fel. Szerencsére én használtam ma reggel a fémdetektoromat és megtaláltam a robbanóanyagot, úgyhogy kicseréltem a cipőmet valakivel. Mondd csak, Szlobó, kinek a cipője van rajtad? Ne! Szlobó felrobban. A legjobb barátom! Ezért megfizetsz. Nem hiszem, hogy meg akarsz szúrni azzal az időkéssel. Miért nem? Mert én valójában te vagyok, a jövőből. Ennek semmi értelme. De van. Emlékszel, hogy az időkés egy kés és egy időgép is egyben? Én te vagyok a jövőből, de megszúrtam magam az időkéssel, hogy visszajöhessek és mindezt megtehessem. De nem is nézünk ki ugyanúgy. Ez egy jó meglátás, és örülök, hogy felhoztad. Először előre utaztam 700 évet a jövőbe, egy olyan időbe, ahol az emberek fejlett technológiát hoztak létre, ami lehetővé tesz olyan műtéteket, amik teljesen megváltoztatják az emberek arcát és testét. Rajtam is végeztek egy ilyen műtétet, hogy ne tudj felismerni, de valójában én te vagyok, csak álcában. Be is tudom bizonyítani, mert nagyon sok dolgot tudok rólad. Mint például? Van egy anyajegyed a balbokádon. Tényleg van egy anyajegy a balbokámon. Most már kezdek hinni neked. Jól teszed, mert bár új testem van, megtartottam az anyajegyet a bokámon, hogy amikor találkozunk, ezzel bebizonyíthassam, hogy valójában te vagyok a jövőből. Megmutatom. Paul felhúzza a bal nadrág szárát, de nincs rajta anyajegy. Helyette egy pisztolytáska van ott, benne egy pisztollyal. Paul előkapja a fegyvert, és Bruce-ra fogja. Ha-ha! Végig hazudtam! Igazából nem te vagyok! Csak azért mondtam, hogy hozzájussak a fegyverhez. Rohadék! Valamint a jövőben beolvasztottam az időkést, és időtöltényeket csináltam belőle. Ezek a töltények vannak most ebben a pisztolyban, ami azt jelenti, hogy lelőhetlek és visszaküldhetlek az időben egyszerre. Végre nem leszel az utamban, úgyhogy elvehetem feleségül a barátnőmet Sophie-t pár óra múlva, mielőtt képes lennél elmondani neki, hogy én milyen szar alak vagyok. Nem tudtam, hogy ma meg akarsz házasodni. Tudom, a barátnőm Sophie téged is meghívott, mert csodál téged és azt gondolja, hogy szexuálisan vonzó vagy. De én elpusztítottam a meghívódat és azt hazudtam neki, hogy odaadtam neked munka közben. De most itt vagyok, hogy egy másik meghívót adjak át. A temetésedre. Paul Merin rálő Bruce-ra. Szlobó Bruce elé ugrik. De... Szlobó igazából nem volt halott. Pont a golyók elé ugrik, amik többször eltalálják. Most már tényleg haldoklik. Bosszulj meg! Oké. Okay. Bruce meg akarja támadni Paul Merint, de Paul Merin eltűnt. Eltűnt. Szlobó vérben feküdve haldoklik a földön. A teste vörös, mint egy hotdog, amin sok a ketchup. Meg kell akadályoznod az esküvőt. Te sokkal jobb ember vagy, és egyértelműen vonzóbb, mint Paul. Neked kéne a barátnőjével, Sophie-nnel járnod. Szlobó meghal. Bruce Szlobó mellett ül egy ideig, mert a közönségben sokan sírni fognak. Aztán egyszer csak feláll. Úgy tűnik, mégiscsak elmegyek az esküvőre. Feltartja az időkést. Valakinek fel kell vágni a tortát. Felvágni a tortát azt jelenti valójában, hogy megölni Polt. A közönség érteni fogja, mert a színész olyan módon mondja, hogy értsék. Ez egy nagyon intenzív pillanat. Bruce felveszi a napszemüvegét. Vége az első résznek. Második rész. Bruce legjobb barátját épp az imént ölte meg a főnöke, Paul Merin. Bruce-nak van egy időkése, ami elküldi az időben azokat a dolgokat, amiket megszúr vele. Éppen Paul Merin esküvőjére készül, hogy elmondja Paul barátnőjének, Sophie-nak, hogy ne menjen hozzá, mert nagyon szaralak. Az esküvőn van. Paul Merin és a barátnője Sophie házasodnak. Sophie nagyon vonzó. Ha a legtöbb lány egy szendvics, akkor ő egy steak. Bruce belép az esküvői épületbe. Állj! Bruce, úgy örülök, hogy eljöttél. Nem mehetsz hozzá Paulhoz. Ő egy szaralak. Hazudik! Nem hazudok. Megölte a legjobb barátomat időtöltényekkel. De ez nem lehetséges. Az időutazás még nem létezik. Azt akarja, hogy ezt gondoljuk, de nekem van egy késem, ami egy időgép is egyben, és el tud küldeni embereket az időben, amikor megszúrom őket. Szeretnék hinni neked, de ennek nincs értelme. Bebizonyítom. Bruce megragadja Sophie mamáját. Itt egy csomó pénz lottószelvényekre. Bruce odaad Sophie mamájának egy csomó pénz lottószelvényekre. Megszúrja a késsel, de csak óvatosan, nem erőszakosan, csak hogy tudjon utazni az időben. A nő eltűnik. Sophie mamája belép az esküvő épületbe. Most már más ruha van rajta.
Igaza van, megszúrt az időkéssel óvatosan, és visszakerültem a múltba, és adott egy csomó pénzt, amiből vettem sok lottószelvényt, amire tudtam, hogy nyerni fognak. És most több millió dollárom van. Segítettél anyámnak meggazdagodni. Köszönöm, Bruce. Te már abban a pillanatban gazdaggá tettél, ahogy először megláttalak. Gazdag lett tőle a szívem. Szerelemben gazdag. Én is mindig szerettelek. De Paul és én épp most házasodtunk össze. Elkéstél! Vagy mégsem? A pap közbeszól, majd leveszi a maszkját. Ő igazából George Washington. Bruce tudta, hogy össze fogtok házasodni, úgyhogy megszúrta magát, és visszautazott a múltba, aztán megszúrt engem, hogy a jelenbe kerüljek. Aztán papnak álcázta magam a ceremónia közben, de valójában egyáltalán nem vagyok az. Ami azt jelenti, hogy a házasság nem hivatalos. Ezt mind értem tetted? Igen. Megszúrtam George Washingtont, mert szeretlek. És mert a férfi, akihez hozzá akarsz menni, igazából nem Paul Marine. Paul Marine leveszi a maszkját. Slobó az. Bruce legjobb barátja. Ez igazából egy álesküvő. Megmentettem Slobó életét, és aztán a te barátodnak álcáztam, hogy neked minden Valdinak tűnjön, de valójában egy teszt volt, hogy lássa, működhet-e köztünk a dolog. Az egyetlen dolog, ami működhet, az a halálod. Sophie előkap egy fegyvert, és leveszi a maszkját. Ő az igazi Paul Marine. De hogyan? Követtelek a múltba az időtöltényeket használva, és rájöttem, hogy azt tervezett, te házasodsz össze Sophie-nnal, úgyhogy már előre elvettem Sophie-t a múltban. Ő nem akarta, de aztán megmutattam neki ezt a babát. Paul Marine elővesz egy babát. Azt mondtam neki, hogy ez a baba a mi gyerekünk a jövőből, és hogy használtam az időtöltényeket, hogy visszautazzam a babával a múltba, hogy megmutassam neki, hogy van egy közös családunk a jövőben. De igazából ezt a babát csak elloptam. De akkor kinek a babája ez? A miénk. Az igazi Sophie belép futurisztikus nadrágban és pólóban. Te vagy Sophie a jövőből? Igen. Te nagyon gyorsan képes vagy felfogni a dolgokat. Azért jöttem vissza a múltba, hogy elmondjam, a jövőben te és én összeházasodunk, Bruce. Kimagaslóan aktív és kielégítő szexuális életünk van, aminek hála megszületik a jövőbeli gyermekünk, Jurugé. Ő az a baba, akit Paul Marine tart a kezében. A mi babánkat lopta el. De miért? Paul Marine ellopta a babánkat, és visszautazott a múltba, hogy a babát kihasználva becsapja a fiatal énemet, és rávegye, hogy helyetted hozzám menjek feleségül, mivel azt az utta, hogy a baba valójában az ő és az én jövőbeli gyermekem. A múltbeli énem elhitte, és ezért hozzámentem Paul Marinehez, és te, meg én soha nem leszünk házasok. Oh, man! Vége, Bruce! Házasok vagyunk. Mint halálig, nem igaz? Bruce előhúzza az időkést. Paul Marine előhúzza a pisztolyt az időtöltényekkel. Kettejük harca a legjobb, amit valaha akármilyen filmben csak volt. A végén Bruce Paul Marine nyakához szorítja a kést. Kérnék egy szeletet. Bruce megmozdítja a kést, hogy belevágjon Paul Marinebe. Nem kapsz el ilyen könnyen! Paul Marine saját magát célozza a pisztollyal, és 13-szor lelövi magát. A tár nagyobb, mint egy átlagos pisztolyé. Paul eltűnik, de aztán 13 Paul Marine lép be a terembe. Meglőttem magam 13-szor, szóval egyszerre ennyi időbe küldtem vissza magam, ami azt jelenti, hogy már 13 van belőlem, és mind azért vagyunk itt, hogy megöljük. Ami azt jelenti, hogy mindannyiótokban van egy időtöltény. Természetesen, de úgy intéztem, hogy egyikünknek se legyen olyan szervében a töltény, ami létfontosságú, és így ki tudjuk szedni őket, miután megöltünk. Pesjetek van, ugyanis én visszautaztam a múltba korábban, és elvettem a fegyvered, és egy elektromos töltetet raktam mindegyik időtölténybe. Én irányítom az elektromos tölteteket ezzel a kézi detonátorral. Ne! De igen, ez eléggé sokkoló. Bruce megnyomja a detonátort. Az összes Paul Marine-t rázni kezdi az áram belülről. A bőrük kinyílik, mint a kolbászok, amik túl sokáig maradtak a grillen. Az összes Paul Marine meghal. Tekintsd ezt a felmondásomnak. Oh yeah! Isten áldja Amerikát! Bruce és Sophie csókolóznak. Sophie vár néhány másodpercet, hogy a közönség abba hagyja a tapsot, mielőtt elmondja a következő mondatát. Gratulálok, átmentél a teszten. Milyen teszten? Mindig is hittük, hogy te vagy a kiválasztott, úgyhogy visszautaztunk a múltba, hogy leteszteljünk téged és biztosra menjünk. Most már úgy gondoljuk, készen állsz, hogy megközdje jövő legnagyobb főgonoszával. Oké. Ki a legnagyobb főgonosz? A neve Paul Marine. De hát... most öltem meg Paul Marine-t. Nem. A Paul Marine, akit te ismertél.
Egész idő alatt egy színész volt a jövőből, akit mi fizettünk, hogy eljátsza Palmerint a teszt kedvéért. A valódi Palmerin pontosan ugyanolyan, de a jövőben él. Egy színész volt. Tehát a munkám se volt igazi? Igen. Ez volt az oka, hogy alacsony pozícióban voltál olyan sok évig előléptetés nélkül, és ezért nem adták meg neked az emberek a tiszteletet, amit egyértelműen megérdemeltél. Mert a valóságban te vagy a kiválasztott. Most már mindent értek. Előre kell utaznunk a jövőbe. Készen állsz? Úgy látom, itt az ideje, hogy kiderítsük. Bruce felveszi a napszemüvegét. George Washington meglengeti az amerikai zászlót. Vége. Az Időkész című hangjátékot hallhattátok a Filmbarátok előadásában. Szereplők: Gergő, Rutka Pál, alias Freddy D. Sorter, Anna, Emese, Sirin, Szöllőskei Gábor és Black Sheep. Köszönjük, hogy itt voltatok, remélem élveztétek. Sziasztok! Brusevics még visszatér, az Időkés 2 leszámolásban.